Kedves barátaim, a Jevamot traktátus 90-es lapja következik. Vészesen közeledünk a 91-eshez. Ha visszaemlékeztek, akkor tegnap az volt a kérdés, hogy a rabbiknak van-e arra felhatóságuk, autoritásuk, hogy felülírjanak valamit, amit a Tóra egyféleképpen mond, és másképp határozzák meg. Ugye a dolog abból indult ki, a kérdés abból indult ki, hogyha igaz az, hogy ha van egy nő, akinek eltűnt a férje, és a rabbik engedélyével, egy speciális engedmény névén, ha egy tanú jön, és azt mondja, hogy meghalt az első férj, akkor egy speciális engedéllyel hozzámehet egy új férjhez. De annak mellett, hogy a rabbik enyhítették ezt a helyzetet, könnyíteni akartak a nő helyzetén. Miki, a vér a fejedbe szállt, mert most elkezdtük a tanulást, úgyhogy, oké. Okay. Szóval, hogyha a speciális engedéllyel a nő megházasodott, és utána mégis megjelent az első férj, akkor a rabbik bizonyos szigorításokat hoztak. Tehát az egyik oldalról enyhíteni akartak a nő helyzetén, és ezért egy tanút is elfogadhatónak véltek abban a célból, hogy a nő újra házasodjon. A másik oldalról viszont szigorítottak a nő státuszán abban az esetben, hogyha mégis megjelent a férj, és ezt azért tették, hogy ezzel az engedménnyel a nő ne éljen vissza, hanem alaposan nézzen utána, hogy valóban meghalt-e a férje. Most az egyik ilyen szigorítás az az volt, hogy a nőnek a gyereke, aki az új fértől született, csak úgy, mint a nőnek a gyereke, aki ha a régi fértől születik, ha mégis visszamegy a régi férjéhez, mind a kettő mámzer. És a kérdés az volt, hogy az, hogy az új fértől született gyerek mámzer, azt értjük, mert valójában az előző első férjel kötött házasságnak soha nem lett vége, tehát az új férj az házasságon kívül kapcsolatnak számít. De a régi férnek a gyereke hogyan tekinthető mámzernek? Ha azt is mondanánk, hogy ez egy szigorítás, oké, az egyik oldalról ez egy szigorítás, a másik oldalról viszont ez egy engedmény, hiszen az a gyerek, aki nem mámzer, az nem házasodhat mámzerrel. Ha most mámzernek nyilvánítjuk a gyereket, akkor ugyan nem házasodhat nem mámzerrel, de mámzerrel házasodhat. Tehát akkor ez ebből a szempontból felülírja a Tóra szabályát, mert a Tóra szabálya szerint ez a gyerek nem mámzer, a rabbik mámzernek nyilvánítják, és innentől fogva egy másik mámzerrel házasodhat. Tehát akkor felül van írva a Tóra szabálya. És ezen ment hosszasan a vita. Rabbi Chiszda próbálta bizonyítani, hogy igenis van rá felhatóságuk a rabbiknak, hogy felülírják a Tóra szabályait, és ezzel a felhatósággal bizonyos esetekben élnek is. Tulajdonképpen az egész mai siúr az erről fog szólni, különböző eseteket fog felhozni Rav Chiszda, ahol úgy tűnik, hogy a Tóra egyféleképpen ítélkezik valamiről, a rabbik viszont felülírják azt, és egy másik státuszt, egy másik helyzetet mondana. Tasma, ochaltrumat mélyam, shalem, chulint, erin, shilem, chulint, mélyim. Oké. Tasma, ochaltrumat mélyam. Ugye, mi van akkor, hogyha valaki egy nem kohén eszik a trumából? Ugye, tilos enni egy nem kohénnak a trumából. Mit kell ilyenkor csinálni? Kárpótolnia kell, helyette kell adni a gyümölcsöt, amivel kárpótolja a kohént, és az az új gyümölcs is trumának fog számítani. Tehát fizetnie kell azért, amit elvett a kohéntól. Mi van akkor, hogyha olyan trumát evett egy nem kohén, ami tisztátalan volt? Ugye egy tisztátalan trumával a kohén se tud nagyon sok mindent kezdeni. A maximum, amit tud csinálni, az az, hogy égéstermékként, fűtőanyagként használja. Most az illető evett tisztátalan trumából, akkor mivel kárpótolja a kohént?
Hulinta hajrim tiszta profánnal. Tehát ő nem mondja azt, hogy hát én tisztátalant ettem, de azt amúgy se ehetted volna meg, akkor adok neked tisztátalan profán gyümölcsöt. Ugyanaz a pótlom, ami volt. Vagy tűzifát, igen. Tűzifát nem, mert a fa anyag az semmiképp nem lehet trumma. Tehát gyümölcsöt, amit lehet... Már csak égetni tudtad, akkor... Igen, de akkor is olyasmit kell adni, ami trumává válhat. Tehát nem adhat neki, nem tudom én, ásványanyagot sem. A fa anyag maga az nem leválhat trumává, csak maximum a termés vagy a gyümölcs. De bárhogy is legyen, hulinta hajrin. Tehát profán, amit ad, az tiszta kell, hogy legyen. Mi van akkor, hogyha mégis tisztátalannal fizetett? Sinem hulint mei, hogyha olyan profán dologgal kárpótolta a koént, ami tisztátalan volt, szumchusz aimim isum rabi meirbe sajgeik, te slumhaf te slumim, szumchusz rabi meir nevében azt mondta, hogy ez esetben, ha már ez megtörtént, és nem direkt csinálta, nem tudta a szabályt, vagy nem tudta, hogy ez tisztátalan, és már megtörtént, és a kárpótlást kifizette, odaadta, akkor az jó, az elfogadható. De mézid, én te slumhaf te slumim. Viszont, hogyha szándékosan csinálta, akkor az nem számít kárpótlásnak. Miért? Mert szándékosan adott tisztátalant, az nem jó. A bölcsek mit mondanak? Ha homim im echodze, ve echodze, tashlumov tashlumim. A bölcsek szerint mindenképpen, amit odaadott, az már a kohéné, de hajzlum shalim chulintai, de mind a két esetben, mintha szándékosan csinálta, mintha szándékán kívül csinálta, még egy adagot kell adjon a kohénnak. Értjük? Tehát, Rami Meir azt mondja, hogy ha nem szándékosan fizetett, vagy kárpótolt tisztátalannal, akkor az jó. Ha szándékosan kárpótolt tisztátalannal, akkor az nem jó. A bölcsek azt mondják, hogy mindegy, hogy szándékosan, vagy szándékon kívül kárpótolt tisztátalannal, amit odaadott, az már a kohéné, és mi ettől függetlenül újra kell adjon. A vinamba erre fölmerül a kérdés. Bemézid én taslum, av taslumin? Tavaly alaf bracha, de achel minei midi, de löjke chazilei be meitu maszai, ve kamesálem midi, de ke chazilei be meitu maszai. Mire fölmerült a kérdés, hogy Rabbi Meir, miért mondja azt, hogyha tisztátalant adott szándékosan, akkor az nem számít kárpótlásnak. Amikor, amit ad a kohénnak, az semmiképp nem rosszabb, mint amit elvett tőle. Hiszen mit vett el tőle? Elvett tőle egy tisztátalan gyümölcsöt, truma gyümölcsöt, amit a kohén semmire nem használhat. Semmire nem használhat, mert, vagy pontosan egyetlen dolog, amire használhat, az, hogy fűtőanyagként használja. Mit ad neki cserébe kárpótlásként? Tisztátalan hulint, profánt. Amikor azt a tisztátalan profánt adja, azt a kohén megeheti. Mert a kohén milyen tisztátalan nem ehet? Trumát. De tisztátalan profánt ehet? Ha ez így van, akkor ő jobbal füzet, még akkor is a tisztátalant ad, jobbal füzet, mint amit elvett. Értitek a kérdést? Azt mondja, a Talmud van, mert Rabbe Vamri Leakedi Hasuri Mechszen Vahriktán, és azért Rava korrigálja ezt a szabályt, vagy ezt a szöveget, és a következő kép mondja, hogy kell, hogy a szöveg helyesen álljon. Ahál trumat mejem shalem koldeu, ha valaki evett tisztátalan, elvette a kohéntől a tisztátalan trumát, és megette, akkor bármivel kárpótolhatja, tehát mindegy, hogy tiszta vagy tisztátalan a hulin, a profán, amit ad neki cserébe. Viszont ahál trumat mejem shalem hulin tajrim, viszont hogyha tiszta trumát vett el és ett meg jogosolatlanul, akkor mindenképp tiszta hulint, tiszta profánt kell, hogy adjon cserébe. Na és mi van akkor, hogyha silém hulint meim, ha mégis tisztátalant adott cserébe a tisztáért, szumchusz aimem isum rabi meir, akkor rabi meir nevében azt mondta, szumchusz besajgek te slumov te slumim, ha ezt nem szándékosan csinálta, akkor amit fizetett, az kifizetettnek számít. De mézid én taslumov taslumin, ha szándékosan csinálta, akkor az nem számít. Ha hamimaimim, bémbeségig, bémbe mézid, taslumov taslumin, ha hajzom sám, hulunta érim. A bölcsek pedig mit mondanak?
hogy mindegy, hogy szándékosan vagy nem szándékosan csinálta, amit odaadott, az már oda van adva, viszont még egyszer kell, hogy adjon a koinnak, és most már ezúttal tisztát. Összefoglalom. Hát most ott tartunk, hogyha a kohénnak van tisztátalan trumája, és jön a Stiber Gábor, és jogosulatlanul elveszi a kohéntól, és eszik belőle, akkor utána kárpótolja kell a kohén. Mivel tisztátalan trumát vett el a kohéntól, amit a kohén alig tud valamire használni, ezért mindegy, hogy tisztával vagy tisztátalannal kárpótolja. Ha viszont a kohéntól tiszta trumát vett el, és azt tette meg jogosulatlanul, akkor tisztát kell, hogy adjon neki. Rabbi Meir azt, mi történik akkor, ha mégis tisztátalant adott neki? Rabbi Meir azt mondja, hogy ha ezt önszántán kívül csinálta, akkor az utólag elfogadható. Ha szándékosan csinálta, akkor nem fogadható el, mintha mi sem történt volna. A bölcsek mit mondanak? Hogy mindenképpen, amit odaadott kárpótlásként, azt már odaadta, és ettől függetlenül újra kell adnia. Mi a probléma ezzel? Ha. De mida rajsa tashlumen malja have. De ime kadesbe ukoyen ishe tofsele ukidushin. Vamur rabbanon, ein tashlum av tashlumin, ve kashrinon eishes ishbe alman. Mi a problémánk? Mit mond Rabbi Meir? Ez szerint az álláspont szerint. Hogyha szándékosan adtam, de még egyszer vegyük az esetet, most csak azt az egy esetet, ami minket érdekel. Tehát a kohénnál volt tiszta truma. Jött Stibály Gábor, és elvette a tiszta trumáját, és megette azt jogosulatlanul. Mivel kell kárpótolja? Tiszta hulinnal, tiszta profánnal. Mi történik akkor, hogyha a Stibály Gábor szándékosan tisztátalannal kárpótolja? Mit mondott Rabbi Meir? Én tashlum of tashlumim. Amit odaadott, az olyan, mintha oda se adta volna. Mindent újra kell csinálni. Magyarul az, amit a Stiber Gábor odaadott a kohénnak, az nem a kohéné. Mert a Stiber Gábor még tartozik a valódi kárpótlással. Amit ő kárpótolt, az mintha nem történt volna semmi. Tehát az a Gáboré, és nem a kohéné. A probléma az, hogy ez az egész rendszer, amit Rabbi Meir mond, hogy tiszta trumáért tisztát kell adni cserébe, és nem tisztátalant, ez egy rabbinikus előírás. A Tóra szerint, amikor ezt ő odaadta, azzal kárpótolta a kohént. Akkor most mi a helyzet? Az a truma gyümölcs, az az alma, amivel kárpótolta a Stiber Gábor a kohént, a Tóra megállapítása szerint kié? A kohéné. Mert a kárpótlás érvényes a Tóra törvény szerint. A rabbik megállapítása szerint kié? Stiber Gáboré. Most van egy alma, aminek a státusza a Tóra szerint a kohéné, a rabbinikus szabály szerint, megítélés szerint a Gáboré. Eddig még stimmelünk is. Hol van a probléma? Ha most megy a kohén, és eljegyez egy nőt, és ezt a nőt ezzel az almával jegyzi el. A Tóra szerint ez az eljegyzés érvényes? Nem. Miért nem? Nem az övé. Pont fordítva, a Tóra szerint az övé. A Tóra szerint az övé az alma, tehát az eljegyzés érvényes. A saját almáját odaadta a nőnek, ez egy pénzértékű tárgy, és azt mondta a nőnek, legyél ezen tárgy fejében, legyél a feleségem, akkor az a feleségevé válik. Szóval a Tóra szerint ez a nő a most a felesége. A rabbik viszont mit mondtak? Hogy az nem a kohénén, mert a Stiber Gábor nem teljesítette a kárpótlást. Akkor ez a Stiber Gáboré? Tehát akkor a rabbik szerint az eljegyzés nem egy érvényes eljegyzés? Akkor itt egy eset, amikor a rabbik szigorításából mi fog következni, szigorítottak az egyik oldalon, és a másik oldalon felmentenek egy tórai házassági kötelék alól egy nőt. Mert a Tóra szerint létrejött a házasság köteléke, hiszen az az alma a kohéné volt, és a kohén ezért használhatja eljegyzésre. A rabbik szerint viszont nem a kohéné az alma, tehát akkor ezzel ők nem szigorítottak, hanem valahol felmentenek egy nőt egy házasság köteléke alól. Igen? Amikor a rabbik mondják, hogy olyan, mint nem történt volna semmi, hogy odaadott, akkor a tulajdonjogról nem mondanak semmit. Elsőre úgy tűnik, hogy akinél van azért, és ő adhatja újra, tehát ha arról külön nem beszéltek. Jogos a felvetés, gratulálok. Ilyesmit fog kérdezni a Talmud.
azt kérdezi a Talmud, máj én tasrumav tasrumim. Mit jelent az, hogy ez nem számít kárpótlásnak? De Kamar Rabbi Meir, amit Rabbi Meir mondott. De baj le me hidar le slumi, hulin tajri. Csak annyit jelent, hogy újra kell fizetni. Nem azt jelenti, hogy nem a kohéné. Azt jelenti, a Talmud van ezzel egy gond. Ihachi, szumhoszájn rabbanon. Akkor ugyanazt mondja, mint a rabbik. De mi volt a vita Rabbi Meir között? Rabbi Meir között az volt a vita, Rabbi Meir azt mondta, hogy ez egész nulla, és újra kell csinálni. A rabbik azt mondták, az már a kohéné, de adja újra. Ha így is, akkor ugyanaz nincs vita. Amara vachabred rav ika konszus soigeg atun mezid ika binájó. Azt mondja, de van különbség a kettő között. Mert itt eddig miről beszéltünk? A szándékosról. Akkor a szándékosnál tényleg nincs különbség. Mert Rabbi Meir is azt mondja, hogy az a kohéné, csak újra kell adnia. És a bölcsek is ezt mondják, hol van vita viszont, hogyha nem szándékosan csinálta. Rabbi Meir azt mondja, hogy nem kell csinálni semmit, nem szándékos volt, akkor az már az egész jó. És a bölcsek azt mondják, hogy újra kell adni. De senki nem mondja azt, hogy az nem a kohéné. És mivel senki nem mondja azt, hogy nem a kohéné, akkor ez az egész spekuláció, amit itt felhoztunk, hogy majd azzal az almával fog egyezni egy nőt, és akkor annak a nőnek a státusza más lesz a Tóra törvény szerint és a rabbik szerint. Ez az egész spekuláció, ezt ki lehet dobni az ablakon. Ez nem, nincs ilyen probléma. Na, aggódjatok, lesz még bőven probléma. Menjünk a következő problémára. Most végig ilyen eseteket fogunk felhozni, ahol valaminek a státusza egy rabbinikus szigorítás szerint másmilyenné válik a rabbik véleménye szerint, mint a Tóra eredeti törvénye szerint, és ez egy szigorítás céljából történt, de közben egy engedményhez vezet. És a kérdés az az, hogy a rabbik felülírhatnak-e valamilyen törvényt egy szigorítás céljával úgy, hogy közben az egy engedményhez vezet. Tasmá, damsen nitmáuz rakai bisaigek hurca, bemézid laj hurca. Következő a szabály. Ha hozok egy áldozatot a szentélyben, és az áldozatnak a vére tisztátalanná vált, mielőtt fölhintették volna az oltára. Most erre mi a szabály? A szabály az az, ha önszántamon kívül hintettem föl az oltára, nem tudva, hogy például tisztátalanná vált, akkor az áldozat érvényes. Ha szándékosan csináltam, akkor a rabbik azt mondták, az áldozat nem érvényes, mert ilyet nem szabad megengedni, mert az emberek akkor könnyelműen fognak eljárni ebben a témában. Akkor mi a helyzet? Ha akadom, hogy rájszár, ütszem, az azt jelenti, hogy a Tóra szerint érvényes. Csak a rabbik mondták, hogy az áldozat nem érvényes. Ha az áldozat nem érvényes, akkor én most fogok hozni még egy áldozatot a kötelességemet akarván teljesíteni. Na jó, de az az áldozat, amit hozok, azt nem kötelességbe hozom, mert a Tóra szerint már meghoztam az elsővel. Akkor mi történik? Egy nem áldozatot fogok feláldozni a szentélyben. Hogy értsük, miről van szó, hogy olyan áldozatról beszélünk, amit kötelességem hozni. Kötelességet csak egyszer lehet csinálni, nem kétszer. Tehát nekem kötelességem egy bűnáldozatot hozni mondjuk. Akkor ha teljesítettem azt a kötelességet, akkor nem hozhatok még egy bűnáldozatot, mert már teljesítettem a kötelességemet. Most akkor mi fog történni? A Tóra szerint én már teljesítettem a kötelességemet, mert egy tisztátalanná vált áldozati vér is teljesíti a kötelességemet. Csak a rabbik mondták, hogy ne teljesítsem, ezért a rabbinikus szempontból nem teljesítettem a kötelességet, kell hoznom újra egy áldozatot. Na de az az áldozat nem egy valódi áldozat, mert a Tóra szerint az hulin, az egy profán állat, nincs már kötelesség, aminek a révén áldozattá váljon. Honnan tudom, hogy különben az az áldozat az érvényes, annak ellenére, hogy a tisztátalan vérrel volt felhintve, a Tóra szabály szerint érvényes, de Tanya, al má cicme ráce, tudjuk azt, hogy a Kohénnak volt ez a homlokdísze, a cic, és azt van írva, hogy a cic az megbocsájtást hoz minden szentélybeli hibára. A szentélyben elkövettek valami szolgálat, bonyolult szolgálatban elkövettek valami hibát, akkor azt az rendezi, az egy ilyen csodaszer, ami rendezi a dolgokat. Mi mindent rendez? Áldám, vál basszal, vál a helyileb se nitma. Ha az áldozatnak a vére, a húsa, a hája tisztátalan lett. Bénbe se égek, bénbe mézit. Független attól, hogy szándékosan vagy önszántunkon kívül vált tisztátalanná. Bénbe ajnez, bénbe rossz, mindegy, hogy akarattal vagy
akaratunkon kívül. Bin Yachin, bin Cibur, mindegy, hogy ez egy közösségi áldozat, vagy egy személyes áldozat. Vamri Rabbanon, de hogy szövek, ha már hadd rá lejjel, az olyan, és akkor visszatérve a kérdés. A bölcsek viszont azt mondják, hogyha szándékosan tettem tisztátlannál, vagy annak ellenére, hogy tisztátlan lett, szándékosan az oltára hintettem, akkor nem jó az áldozat, és ha nem jó az áldozat, akkor kell hoznom egy újat, de az az új, az nem egy igazi áldozat, hanem ez egy hulin, az egy profán állat. És mégis mit mondanak a bölcsek, hogy jó? Ups, akkor fölülírtak egy tórai szabályt. Amra vészmányhan innen májlai hurcadek, amár lehátír basszabáhila, ahol a bálim is kápróban. Azt mondja, a Talmud, ne, Rabbi Észbechan, úgy magyarázta, nem azt jelenti, amikor a Misna azt mondja, hogyha szándékosan hintettem a tisztátalan vért az oltára, akkor azzal nem fogadtatott el az áldozatom, az nem azt jelenti, hogy egy új áldozatot kell hozni. Új áldozatot már nem kell hozni. Tehát akkor a kérdésedet félre rakhatod. Csak azt jelenti, hogy a húsából nem lehet enni. De az áldozatot teljesítetted. Azt jelentem, hogy várjunk csak, de ha a húsából nem szabad enni, nem szabad egy áldozati húst elfogyasztatlanul hagyni. Az van írva, hogy a húst, amivel megbocsájtást nyertek, meg kell enni, és akkor hanim aichlim balim iskaprim. A kohanitáknak enni kell a húsból, és ezáltal válik teljessébb a megbocsájtás az áldozat tulajdonosa, az áldozathozó irányába. Amar lei sevel tasse ad shayni. Azt mondta neki, van egy különbség a kum vasse és a sevel tasse között. Ismerjétek ezt a fogalmat? A fogalom, ez egy általános talmudi fogalom. Kum vasse, sevel tasse. A kum vasse szerint azt jelenti, hogy kelj föl és csinálj, és cselekedj. Sebbe álltász, maradj ülve és ne cselekedj. Magyarul. Ha egy szabályt úgy szegek meg, hogy fölkelek és cselekszem, az más, mint hogyha úgy szegem meg, hogy elmulasztom, hogy ülök és nem cselekszem. A rabbik ugyan nem tudnak fölülírni egy tórai szabályt úgy, hogy én cselekvően szegjem meg a tórai szabályt, de úgy fölül tudnak írni, hogy ülve maradok és nem cselekszem. És itt is erről van szó, csak nem ettem az áldozati húsból. Nem, ha az lett volna, hogy kell hoznom egy új áldozatot, amely áldozat valójában nem egy áldozat, akkor fölkeltem és cselekedtem, és cselekvően megszegtem a Tóra törvényét a rabbik miatt. Miért? Mert hoztam egy olyan áldozat, ami nem áldozat, és fölraktam az oltára. Ez ilyen nincs. De az, hogy nem eszem a húsból, és ezzel elmulasztok valamit, az csak se váltász-e a dif. Mindig egy mulasztásos törvényszegés, az mindig enyhébb probléma, mint egy cselekvő törvényszegés. Oké? Amelej, azt mondja neki, redhizda, érdekes válasz. Ha nem mondtad volna ezt a választ, nekem még legalább 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kérdésem lett volna. 7 kérdésem lett volna, különben elmondom ezt a 7 kérdést, mindegyikre jó a válaszod, de én minden 7 kérdést gyorsan elmondom. Mi ez a 7? Arel haza izmil szadint becicis kifsiát szerez sajfer lulav. Nézzük a 7 kérdést. Csak 7 szóval mondja nekünk, mindegyiket el kell magyarázni. Arel. Kezdjük ott, hogyha visszaemlékeztek, a Pszachim traktátusban azt tanultuk, hogy amikor egy betért, egy gér körülmetéli magát a betérés részeként, akkor 7 napig tisztátalan, és utána újra el kell menni, és úgy kell megtisztulnia, mint hogyha halotti tisztátalan lett volna, és a 7. napon ő megtisztul, és utána válik tisztává. Tehát olyan, mintha halotti tisztátalan lenne. Emlékeztek? Azt mondtuk, hogy volt egy ilyen érdekes kifejezés, hogy a ficsmától való megszabadulás olyan, mint amikor valaki a koporsóból jön ki. Miért? Ezt a rabbik írták elő. Miért? A szabály az az, hogy a pogányokra nem vonatkozik a halotti tisztátalanság szabálya. Tehát elvileg, hogyha egy pogány érintkezik egy halottal, azt nem tekintjük halotti tisztátalannak. Hogy miért? Nincs erre most valamilyen misztikus oka lehet, de mégis nem vonatkozik rájuk. Amikor valaki betér zsidónak, nem biztos, hogy ő tudja, ismeri ezt, hogy
hogy egy pogányra nem vonatkozik a tisztátalanság szabálya. Nem, aki betér zsidónak, nem egy főrabbi. Tudja nagyjából, hogy mit kell csinálni, mit nem. De ilyen részleteket ő nem tud, hogy most vonatkozik-e a pogányokra adott tisztátalanság, vagy sem. És mit tud viszont? Azt viszont biztosan tudja, hogy ő pogányként fogdosta a halottakat, érintkezett velük, együtt volt, stb. Tehát ő mit tud, hogy ő tisztátalan? Mert nem tudja, hogy rá nem vonatkozott, amíg nem tért be, addig nem vonatkozott rá a halotti tisztátalanság szabály. Ezért mit fog gondolni? Ha csak úgy, a betérés után jöhet, mehet a szentélybe, csinált mindent, azt fogja gondolni, hogy ez a halotti tisztátalanság, ez nem olyan nagy májszer, nem olyan nagy probléma. Ezzel a rabbik előírták, hogy menjen, amikor betért, akkor utána 7 napot várjon, és legyen olyan, mint a halotti tisztátalan lenni. De ez csak egy látszat, hogyják, ez egy ilyen patyomkint tisztátalanság. Miért? Mert a rabbik nem akarták, hogy azt gondolja rögtön, hogy ez komolytalan az egész zsidóság. Valójában az illető nem tisztátalan, hiszen ahogy mondtuk, a Tóra törvény szerint egy pogányra nem érvényesek a halotti tisztátalanság szabályai. Mi itt a probléma? Tegyük föl, hogy az illető betér pont Pészach előtt, és úgy jön ki a történet, hogy a 7 napban, amit ki kell várni a betérés után, pont beleesik a pészachi áldozás. Most mi a Tóra szerint kötelessége áldozni. Mert zsidó, és kötelessége a pészachi áldozatot mindenkinek kötelessége meghozni. A rabbik mit mondtak? Legyen olyan, mint a tisztátalan lenne. Pedig igazából ő nem tisztátalan. Tisztátalanként nem hozhatja meg az áldozatot. Most a rabbik fölülírták a Tóra törvényét. Okay? De ez is se váltás, ez is egy maradj ülve és ne cselekedj. Tehát ezért a válasz az jó válasz erre, de a kérdés az ott lett volna. Ez az első esetünk. Második esetünk. Hazza! Van egy szabály, ugye ha valaki maradjunk a halotti tisztátalanságnál, ha valaki halotti tisztátalan, akkor hogy kell megtisztulnia? 7 napig, de mi történik abban a 7 napban? De még előtte mit kell csinálni? Mit kell csinálni a halotti tisztátalannak? A vöröstein hamvaival mit kell csinálni? A harmadik és a hetedik napon rászorják a megtisztulás. Ráhintik a megtisztulás vizét. Elvileg a Tóra törvény szerint ezt Sábeszkor is szabad csinálni. De a rabbik megtiltották, hogy Sábeszkor csináljuk. Ez egy, megint csak egy rabbinikus előírás, attól való félelmükben, hogy a vizet majd hozni, vinni fogja valaki 4 lépésen túl, a közterületről a magánterületre, magánterületről a közterületre, inkább ne legyen, ne csináljunk ilyet Sábeszkor. És megint ugyanott vagyunk. Ha pont úgy jön ki a lépés, hogy emiatt az elővigyázatossági szabály miatt az illető nem tud időben megtisztulni Pészach előtti napra, és emiatt nem fog tudni hozni pészachi áldozatot, akkor megint a rabbik szigorítása miatt felül lett írva egy tórai törvény. Következő eset, Izmil, egy kés a körülmetéléshez. A kést a körülmetéléshez Sábeszkor elvileg hozhatná egy nem zsidó a közterületen, de a rabbik mégis megtiltották. Itt is mi van? A gyereket nem lehet körülmetélni a rabbik szabálya miatt. Akkor fölírtak a rabbik egy tórai szabály. Következő eset, Szadimbe Cicis. A Tóra szerint egy takaróra is kell cicesz rojtot rakni. Egy len pokrócra, vagy egy len takaróra. Oké, kicsit pontosítok. Tehát, hogy a cicesz szabálya az az, hogy minden ruhának a 4 sarkára rojtot kell rakni, ugye? A rojt maga az gyapjúból van. Van egy szabály, hogy amúgy, hogy lent és gyapjút nem szabad keverni. De akkor fölmerült volna, hogy esetleg egy len ruhára
ne tegyünk cicesz rajtot. Miért? Mert akkor keverni fogjuk a lent a gyapjúval. A Talmud mégis kikövetkezteti, hogy a len ruhára lehet gyapjú rajtot tenni, és ezért lehet a lenre is gyapjú rajt. Oké. Okay. Miért? Mert a len és a gyapjú keverése az nem vonatkozik a cicesz szabályára. Viszont a rabbik egyben azt mondták, hogy mégse rakjunk a len ruhára rajtot, mert mi van akkor, hogyha véletlenül ezt éjszaka is hordani fogjuk. Éjszaka nem kötelező a cicesz hordása. Akkor nem lesz már az az engedmény, amit a Tóra megenged, hogy a cicesz gyapjú rojtját len ruhára tedd, mert már nem kötelező a cicesz, és meg fogjuk szegni a len és a gyapjú keverésének a tilalmát. Akkor itt mit látunk? Akkor a rabbik megengedték, hogy egy len ruhára, megtiltották, hogy a len ruhára a gyapjú rojtot tegyünk, annak ellen, hogy a Tóra szerint kéne. Tehát megengedték, hogy egy négy sarkú len ruhával szaladgáljak rojt nélkül. Akkor megint csak fölülírtak egy tórai törvényt. Következő eset. Kifszé a szeresz az a savolti két báránynak az áldozata. Istenem! Elnézést, egy pillanat, miről van szó. Oké, kicsit komplikált, nem tudom, hogy nem vettek volna ezek. Ugye van egy előírás, hogy két béke, azaz slamim áldozatot kell hozni Sávoltkor, Sávolt ünnepén, a szentében. Ha valaki nem a megfelelő gondolattal hozta ezeket az áldozatokat, ugye van egy ilyen előírása, nem megfelelő gondolat, vagy szándék, a téves szándék az áldozás esetén az számít, annak van jelentősége. Most ebben az esetben, bár téves volt a szándék, az áldozat áldozat marad, és a vérét föl lehet hinteni az oltára, de csak egy sima slamim, sima béke áldozat, de a sávolti áldozatokat újra kell hozni. A bölcsek viszont előírták, hogyha szombaton történt mindez, akkor ne hintse föl a vérét az ilyen téves szándékkal hozott sávolti béke áldozatnak az oltára. Na jó, de akkor mi történik? A rabbik fölülírtak egy szabályt, mert itt van ez az áldozat, ami érvényes lenne, és mégsem lehet érvényessé tenni, mert a rabbik bizonyos valamilyen okoknál fogva ezt fölülírták. Még egy ilyen esetük van. Utolsó két eset, az mindenki számára ismert lesz, minden rososana, és minden szukottkor szoktunk róla beszélni, hogy ha szombatra esik rososana, a Tóra szerint kell fújni a sófárt. A rabbik mégis megtiltották a szombati sófárfújást, félvén attól, hogy valaki kiviszi majd az utcára a sófárt. A Tóra szerint kell fújni sófárt. A rabbik meg az elővigyázatosságból megtiltották a sófárfújást, akkor fölülírták a sófárfújás kötelességét. Ugyanez a helyzet a lulávval, szukottkor, szombaton is kéne lengetni a lulávot. A rabbik megtiltották a szombati lulávlengetést, akkor megint fölülírtak egy tórai szabályt. Akkor mindez a hét eset, amit felsoroltunk, az olyan hét eset, amiben a rabbik fölülírták a tórai szabályokat. Most mindez viszont, hástad a saniszlan séváltászen lőjme ákerú, kulunám is séváltászeninú. Azt mondta, Rav Chisda, igazad van. Ha az a válasz, amit az előbb mondtál, mi úgy szólt, hogy olyan eset más, amikor ülsz és nem cselekszel, mint amikor kelj föl és cselekedj, magyarul, amikor a rabbik nem azt mondják, hogy az ő szigorításuk miatt csinálj valamit, amivel megszeged a Tórát, hanem csak annyit mondanak, hogy ne csinálj semmit, és ezzel elmulasztod a Tórát, akkor ez a válasz, ez egy jó válasz ezekre is, mert ezek is mind olyanok,
hogy a rabbik szigorítása miatt elmulasztasz valamit csinálni, amit a Tóra szerint kellene csinálnod. Értjük? De, oké, okay, de mégis a kérdés az kérdés. Na de, van-e olyan eset, amikor a rabbik szigorítása valakit kötelez arra, hogy csináljon valamit, annak ellenére, hogy azt a Tóra tiltja. Kumvászé. Amikor kumvászével, tehát kelj fel és cselekedj el, írják fölül a rabbik a Tóra törvényét. Igen. Rav Chisda fog erre is mondani egy példát. Tasmá. Élavt is maun, amikor a Tóra Mózes 5. könyvében a prófétának a szabályairól szól, ki a próféta, hogy kell hallgatni, akkor azt mondja, Élavt is maun, ráhallgassatok, mondja a prófétára. A filó haimelech a vajra láhász mikor, mit az ászosvetőire. Még akkor is, hogyha az Tóra egyik micvájának a megszegésére, átmeneti megszegésére kér föl, akkor is hallgass rá. Kigoyneli Jóbe Hára Kármel, mint például Illés próféta a Kármel hegyen. Mi volt a történet Illés prófétával a Kármel hegyén? Hogy a Bál nevű bálvány nagyon divatossá vált a zsidók között, és hatalmas trendje volt a Bálnak, és Eliáú sehogy se tudta meggyőzni a zsidókat, hogy jöjjenek le a Bálról, és ezért mit csinált? Csinált egy performance-ot, odahívta a Bál prófétáit, és azt mondta, na, akkor legyen egy próféta verseny. Ti is raktok egy oltárt, én is rakok egy oltárt, akinek a tűz lejön az égből az oltárra, az az igaz Isten. És így is történt, és nekik nem jött le, Illésnek lejött. Mi ezzel a gond? Vegyen szabály, hogy tilos a szentélyen kívül áldozatot hozni. És ő pedig épített egy oltárt a szentélyen kívül. Ezzel megszegte a Tóra törvényét. Miért szeghette meg? Mert a Tóra maga azt mondja, hogy hallgassa a prófétára, még akkor is, hogyha átmenetileg a Tóra megszegésére hív föl, ha csak átmenetileg mondja, akkor hallgass rá. Ha nem azt mondja, hogy ez megszűnt. Egy proféta azt mondja, most már nem kötelező ez. Azt nem szabad, arra nem szabad hallgatni. De ha csak átmenetileg valami azt mondja, ezt most egy kicsi ideig meg kell szegni valami miatt, akkor hallgass rá. Smálaj, azt mondja, a Talmud, Sájni, Hasszal, azt mondja, az más. Lichszív, Élavt is mond, ráhallgassál a profétára. Én nem profétákról, hanem rabbikról. Nem minden rabbi proféta, ugye? Akkor az egy másik dolog, egy proféta, annak megvan a maga jele, hogyha nem tudom, egy proféta, stb. Az más. Azt mondja, Ligmar miné. Azt mondja, oké. De ha a prófétára lehet, akkor abból lehetne következtetni, hogy rabbikra is lehet. Miért? Mert azt akarja mondani ezzel, hogy, hogy tulajdonképpen mi a lényegi különbség a kettő között. Az, hogy most ő csodákat mutat, vagy ilyesmi, ez, ha a Tórát nem lehetne emberi szóval fölülírni, akkor egy próféta se írhatná fölül. Ha pedig fölülírhatja, akkor a rabbik is fölülírhatják. Azt mondja, de van egy lényeges különbség. Migdal Milsa Shiny. Ott arról volt szó, hogy azért szeghették meg a Tórát, mert egy a zsidóság vallás tartása került veszélybe. Ne? Arról volt szó, hogy meg kellett győzni a zsidókat, hogy ne a bálványt kövessék. Az más, mint hogy a rabbik megtiltják, hogy a sófárt ne fújd meg, mert nehogy kividd az utcára. Ha ki is vinnéd az utcára, az nem fog a zsidóság megszűnni. Ez nem ugyanolyan, mint a bálványtól visszatartani a zsidókat. Ezért amikor azt mondja, hogy hallgass rá, még akkor is, hogyha a Tóra megszegésére hív fel átmenetileg, az csak azt jelenti, hogy akkor nem bármilyen okból, ha olyan okból, amiben azért szükséges, mert a zsidóság mindjárt összeomlik, akkor átmenetileg rá lehet hallgatni. De senki nem mondta, hogy lehet csak azért, mert valamilyen elővigyázatosságból. Oké, okay, akkor ez se egy jó. Oké, okay, akkor jön egy következő eset. Tasmá bitlai mevutal divré rebi. Következő a szabály. Józsi ad egy getet a feleségének. Egy vállólevelet. A vállólevelet normálisan úgy adja, hogy odaadja neki így.
De ő nem így adja, hanem egy küldöttel küldi, egy postással. Amíg nem jut a kezébe a vállólevél a nőnek, a Tóra törvénye szerint a férfi visszavonhatja a getet. Mondhatja, na, visszavonom, visszaszívom, nem, nincs get. A rabbik azt mondták viszont, hogy ha ilyen postással küldi a getet, akkor nem hívhatja vissza, mert szó lesz belőle, ő elküldi a getet. Egyszer csak kijelenti, hogy még se get. A postás nem tud róla, a feleség nem fog tudni róla, mert átveszi a getet, azt hiszi, hogy ő egy elvált asszony, és megy, és hello, és szó lesz. De mi van akkor, ha mégis megcsinálta? Ha mégis semmisén nyilvánította a getet? Visszaszívta. A rabbik megtiltották ugyan, de ő mégis visszaszívta. Azt mondja, Rebi, mevuta. Az akkor semmis. Ha a Tóra azt mondja, hogy semmis, akkor semmis, nincs mit csinálni. De mi Simon Gamliel azt mondta, én azt mondta erre Simon Gamliel, hogy ez nem lehetséges, mert hogyha ha azt mondanánk, hogyha mégis semmisén nyilvánította, akkor az semmis, akkor mit értek el a rabbik? Megtiltották, mégis, akkor mégis. Én nincs. Onnantól, hogy átadta a getet a postásnak, onnantól nem nyilváníthatja semmisé, nem tehet hozzá feltételeket, és itt elvesít el, az már kikerült a keze közül. Most. De mi a rájsz batilget? Umisom kajach bejzdinkas a rinnan és is iszlálma? Mi itt a helyzet? Akkor abban Simon Gamliel szerint nem tekintheti semmisnek. Akkor mi a helyzet? Józsi adott, küldött egy getet a feleségének. És ő mégis semmisén nyilvánítja. A Tóra törvénye szerint semmis az a get? Ne nézzetek rá, milyen üveges szemekkel. Igen! A Tóra törvénye szerint nincs ilyen gond. Amíg nem jutott a get a nő kezéhez, addig ő semmisén nyilvánítja. De most Simon Gamliel mit mond? Hogy nem semmis az a get. Akkor mi fog történni? Elér a get a nőhöz. A Tóra törvénye szerint a get semmis, tehát a nő nem vált el. De most Simon Gamliel szerint a get nem semmis, tehát a nő elvált. Akkor a Beis Din engedélyével egy Tóra szerint férjezett nőt megengedünk az egész világra? Még egyszer. De most Simon Gamliel azt mondja, hogy bár a Tóra törvénye szerint te annulálhatsz egy getet, amíg az nem ért el a feleségedhez, de mi a rabbik ezt megtiltjuk neked, és nem csak megtiltjuk, a semmisé nyilvánítást érvénytelennek tekintjük. Tehát a get továbbra is érvényes. Tehát elérez a get a feleségedhez, szerintünk a feleséged el van válva. A Tóra szerint nincs elválva, mert ez a Tóra szerint semmisé nyilváníthatod mindaddig, amíg a get nem ért el a feleségedhez. Akkor mi történik itt? A rabbik ereje fölülírja a nőnek a státuszát. A nő a Tóra szerint egy nem elvált nő, és mi úgy fogjuk tekinteni, hogy ő elvált nő? Ez egy jó kérdés. Azt mondja, a Talmud mand me kádés, a dájt de rabon me kádés, a fkün rabon le kidúsin. Ez egy olyan fogalom, amit most mondani fogunk, amit majd a Ketubot traktátusban nagyon gyakran fogunk hallani. Azt mondja, amikor valaki házasodik, mit mond minden férj a hüpe alatt? Akkor átadja a gyűrűt. No, Kálmán, emlékszel, mit mondtál a Jucina? A gyűrűt vagy a... A gyűrűt, amikor odaadod a gyűrűt, előtte mit mondtál? Nagy tapasztalat van. Haré át mekudes eszli, betabázzu, és mit mondunk? Kedász, Moiseve Iszrael, Mózes és Izrael törvénye szerint. Miért mondja azt, hogy Mózes és Izrael törvénye? Mózes törvénye az a Tóra, Izrael törvénye az a rabbik. És mi történik, amikor valaki elvesz valakit, akkor ezzel a rabbik törvényeire is hagyatkozik. Magyarul ő azt mondja, hogy én elvettem ezt a nőt, bármikor, amikor a rabbik úgy tekintik, hogy valami van, akkor én alávetem magam. És itt is a rabbik azt mondták, hogy én nem nyilvánítatom semmisnek, akkor azt én elfogadom, és tulajdonképpen én hiába mondom, hogy a get semmis, a get nem semmis. Értitek? Afkinu rabbanon de kidushin. Azzal, hogy az ember, amikor elvesz egy nőt, a rabbikra gondol,
És arra gondolja, hogy a rabbiknak mindad, mi alá fogja vetni magát, hiszen a rabbik szabályai szerint veszi el, akkor amikor bármi történik, ő még a tudatán kívül is alárendeli magát a rabbik szabályainak. És a rabbik azt mondták, hogy hogy nem lehet semmisnek nyilvánítani ezt a getet, akkor az nem tényleg az a get, az nem semmis. Amely rabin levási a tinek be kádés be kászpa, kádés be bia máj ikele mély már. Hogy? Mit van mit mondani? Igen. Végén. Máj ikele mély már. Azt mondja a Talmud csak. Hogy működik ez a gyakorlatban? Gyakorlatban úgy működik, hogy a rabbik tulajdonképpen ha te nem hallgatsz a rabbikra, akkor a rabbik már az elején semmisen nyilvánítják a házasságodat. Ha te mégis semmisen nyilvánítod a getet, akkor már az elején semmisen nyilvánítják. Hogy tudják az elején semmisen nyilvánítani a házasságodat? Te adtál egy gyűrűt. Azt mondják, hogy a rabbik azt nem kidusinként, nem eljegyzésként adtad, csak ajándékba. A getet is létre se jött a házasság. Oké, és mi van akkor, ha nem pénzzel vetted el a nőt, hanem elhálással? Máik elemény már. Erre mit lehet mondani? Azt mondja, a Talmud se vinura bonne binoszobbi, az nagyon egyszerű. Úgy fogják tekinteni, hogy az elhálás az nem elhálás volt, hanem egy szemérmetlen együttlét. Skajach. Oké, akkor ezt is megválaszoltuk. Utolsó próbálkozás. Tasmá. Amár rabbi lazab a nyákev, se máte se bézdi mákim, vagy isin, se löj min a tojra. Azt mondta rabbi lazab a nyákev, azt hallottam, hogy egy bézdin adhat botütést, és adhat, akár kiróhat halálbüntetést is, olyan esetben is, amikor a Tóra szerint ez nem járna. Löj lávajál divrét tajra, ellász a szöjgat tajra. Olyan dolgokért is, ami nem a Tóra megszegése, csak a rabbik akartak egy ilyen elővigyázatosságot, egy ilyen kerítést a Tóra körül, és ezért megvan a kezükben a lehetőség, hogy kiróhatnak bármit, bármikor. Például, Májszé Badom se Rakhavász Húzbe Sávészbe mélye van, mert Vula Bézdemuszkaló történt egyszer a görögök idején, hogy egy férfi lovagolt Sávészkor, Sávészkorral a lovagolás, az tilos? Miért? Akkor ez egy tórai tilalom? Nem. Ez egy elővigyázatossági tilalom. Nehogy letörjél egy ágat, ezért megtiltjuk, hogy lovagoljál. Ez egy rabbinikus tilalom. Mi történt? Az illető lovagolt Sábeszkor, odahozták a Bézdinhez, és a Bézdin kövezést rendelt el érte. Pedig csak egy rabbinikus szabályt... Szó se volt, csak lovagolt. Sima egyszerű lovaglásért. Lőj, mit nézse Rói Lekách? Nem azért, mert megérdemelte, először a sót szichalakák statuálni kellett. Az az adott pillanatban így kellett statuálni. De suv májsze, másik eset, vada mehacs egy tiákbe istai táhászateina. Egy másik eset, hogy egy férfi egy fügefa alatt közösült a feleségével, mindenki szeme láttára, de viule bézni mehilkú, és jöttek a bézniért, és botütést adtak neki ezért. Lőj, mint nézse rajulakák, nem azért, mert megérdemelte, és a sót szichalakák, hanem statuálni kellett, mert nagy volt a pricesz. A szemérmetlenség nagy volt. Azt mondja, a Talmud, akkor mit látok ebből? Hogy van ereje a rabbiknak fölülírni a Tóra törvényét? Azt mondja, a Talmud, migdel milsa shiny. Itt a Tórát akarták megőrizni, mert veszélybe van, ugyanúgy, mint Eliáhu a bálványa. Ez más. Itt lehet. De normál esetben nem lehet. Oké, ezzel ezt a kérdést befejeztük, még 5 perc van hátra. Ugye mit mondtunk visszatérve a feleséghez, aki egy tanúvallomása alapján házasodott újra, és megjelenik a férje, akkor mind a két fértől el kell válni, mind a két fértől a gyerek mamzer, és mind a két férje, bármelyik férje az kohén, nem válhat tisztátalanná a felesége végső, hogy mondják ezt, végső tisztelet, végső tiszteletének okán, tehát ha meghal a feleség, akkor végtisztesség oká. Minnalan. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Honnan tudjuk, hogy hogy ez így van?
Ugye a második férj, azt értjük, ma soha nem lett a férj, de az első férj. Nich szív, ki imzni sérül a karav eleva, mert már se érőző istők szív, lej, támel bába, ámav lej, halaj, jés bálsa, mi támel, jés bálsa, én mi támel, a kétszár, mi támel, új istők sérül, én mi támel, és csak szóra. A szöveg mit mond, amikor a kohanitákról van szó, hogy ne váljon tisztátalanná a népében a kohén, csak a hozzá közelállóval, a hozzá közelálló, mondja a hozzá közelállóval, testvér, fiú testvér, öcsével, húgával, apjával, anyjával, lányával, fiával. Hiányzik a feleség. Itt mondta, amúgy a hozzá közelálló az a feleség. Tehát a feleségére, felesége miatt válhat tisztátalanná. Jézs bársa, mert támem, jézs bársa, én nem támem. Van olyan férj. Mit jelent az, amikor a szöveg azt mondja, loje táme bálbe ámav láhaloj, hogy ne váljon a férj tisztátalanná, hogy megszentségtelenül jön. A másik oldalon meg azt mondjuk, hogy a hozzá közelállóhoz válhat, és azt mondtuk, hogy ez a felesége. Van olyan eset, amikor tisztátalanná válhat, van olyan eset, amikor nem. Amikor a felesége kóser feleség, akkor tisztátalanná válhat miatta, a végcsitesség miatt. Amikor nem kóser feleség, akkor nem. Megyünk tovább. Ugye volt még három törvény. Az egyik az az, hogy mind a két férj nem szerzi meg azt, amit a feleség talál. Tájma máj amrúra bonami ciasz isele bájla. Amúgy különben mi az oka annak, hogy bármit talál a feleség, az a férj tulajdona. Azért, hogy ne vesszenek össze. Egyértelmű, a férj el kell, hogy lássa az asszonyt, ezért bármit az asszony szerez, az a férjék. De itt viszont nem gond, ha összevesznek, mert azt akarjuk, hogy váljanak el. És ezért akkor, ha a feleség talál valamit, az nem a férjé. Ugyanígy a következő májszél, de a feleség keres valamit, tehát dolgozik, és azért valamilyen jövedelmez jut, az sem a férjé ez esetben. Amúgy különben tájma májamről a banan a májszél, de a bájlom, és ümdik a ahlam a zajni. Mi az oka annak, hogy amúgy azt mondjuk, hogy a férj bármit keres a felesége, az a férjé, mert a férj kell, hogy ellássa élelemmel. Ha kimentem az én a leiszle, más de lábdidej, viszont itt, ahol a férj nem látja el a feleséget, mert ugye egy tiltott férj, akkor minden, ami a feleség keres, az a férjé. Az a feleségé. Löj mély fenedere, az utolsó szabály az volt, hogyha ha megszegte a hogyha fogadalmat tett a nő, akkor normális esetben a férj feloltatja a fogadalmat, de itt egyik férj sem oltatja fel a fogadalmat. Tájmájá marach manabál meife, miért mondta a Tóra azt amúgy, hogy egy férj feloltatja a fogadalmat, és kérdés lőtis gálnál, azért, hogy ne váljon, ne haragudjon meg a feleségére, hogy hoz egy fogadalmat, ami őt is korlátozza, és ezért megadták neki a lehetőséget, hogy feloldja. Ha tis gálnál, itt viszont semmi gond, hogyha a feleség atyákká válik. Köszönöm szépen, kedves barátaim! Innen fogjuk folytatni. Mindenkinek kívánok egy gyönyörű napot. Holnap reggel ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor folytatjuk. Addig is a legeslegjobbakat. A viszontlátásra, viszonthallásra.